A Lanza Fame megint egy szabadrugás lehetőség előtt a 69. percben. Ezúttal viszont rálövi, és itt az egyenlítés. Lanza Fame negyedik gólja a bajnokságban, ezúttal is szabadrugásból sikerül betalálni az olasz légiósnak. És Marco Rossi a mérkőzés után elmondta, hogy külön gyakorolták azt, hogy Banai Dávidnak hova kell rúgni a szabadrugásoknál, és ezúttal sikerült a gyakorlatban is ezt Lanza Famének jól megvalósítania, ezzel a góllal tehát egyenlít a Budapest Honvéd. Eddig elsősorban vendégként jeleskedett a Honvéd együttese a bajnokságban, 3-mal több pontot gyűjtöttek idegen pályán, mint hazai közönség előtt.